Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, valóban a kormánypárti képviselők rendre tudják azt, hogy a napirend utáni óráján milyen témákkal kívánunk előállni, és a magyar rögvalóság mely problémáit kívánjuk együttesen megoldani, ugyanakkor reakció, államtitkári, miniszteri válasz rendre nem érkezik ezekre. Ugyanúgy, ahogy a következő témára sem, amely a kieső munkabérek pótlásáról szól, egész pontosan arról, hogy majd egy évvel a koronavírus okozta járvány és válsághelyzetet követően, most márciusra jutott el oda a kormány, hogy egy kicsit kiterjeszti az ő eddigi mikroszkópikus bértámogatási programját. Egy év alatt ugye oda sikerült eljutniuk, hogy a munkahelyek nagyjából 5%-a tekintetében tudtak valami mérhető támogatást biztosítani. Nem árulok el titkot azzal, hogy Ausztriában, Németországban ez az arány 15-20% vagy pedig még magasabb a meglévő munkahelyek számának tekintetében. Magyarországon most egy hónapra ígérnek gálásnak mutatott kieső munkabérpótlást, ugyanakkor azt is látjuk, hogy az apróbetűs részben vannak elrejtve a titkok, nagyon sokszor azon bukik el a részleges minimális támogatás felvétele is, és hát Magyarországról beszélünk, a helyzet az, hogy a novemberben, decemberben megígért támogatások egy részét február elején még hiába keresték a számláikon a munkavállalók, illetve a munkáltatók. Azt látjuk tehát, hogy hónapok teltek el úgy, hogy teljes ágazatokban állították le az érdemi munkavégzés lehetőségét is. Éppen ezért a kieső hónapokra a Jobbik visszamenőleg is követeli minden kieső munkabér 80%-ának a kiutalását. Tesszük ezt azért is, mert ez a transfer lényegében és nagyon nagy részt a hazai gazdaságban hasznosul. Magyarországon kerül elköltésre, a kieső bérrel rendelkező magyar munkavállalók nem luxus jaktozásra költik ezt a pénzt. Nem külföldi egzotikus utakra fogják ezt elkölteni, hanem hazai fogyasztási cikkekre, lehet, hogy az online vásárlásaikkal éppen más magyar vállalkozók életben tartásához tudnak hozzájárulni. Ez a pénz pedig, ha úgy vesszük, jár. Egy ki nem mondott társadalmi szerződésünk van ezekkel az emberekkel, a magyar munkavállalókkal. Ők azok, akik a költségvetést, a nemzetgazdaságot a hátukon cipelik. Ők azok a magyar mikro, kis és közepes vállalkozások, akik a magyar munkahelyek kétharmadát biztosítják ennek az országnak. Ők azok, akik azt a szekeret húzzák, ami most megbicsaklott a járványügyi veszélyhelyzetből kifolyólag, de éppen ezért a ki nem mondott társadalmi szerződés arról is szól, hogyha ezeket az embereket, akik a hátukon húzzák ezt az egészet, bajban látjuk, akkor segítő kezet nyújtunk. Ausztriában a költségvetés kifizeti adott esetben a kieső bér teljes fizetés 80-90%-áig terjedő mértékét. A szálláshely szolgáltatókra külön gondoltak, itt a kieső bevétel 80%-át is kompenzálják. Azt látjuk, hogy Németországban a részmunkaidőben dolgozókra is koncentrálnak. Magyarországon mi az általános helyzetkép? Nagyon sok dolgozó teljes munkaidőből részmunkaidőbe kényszerítettek, vagy éppen részmunkaidőből fizetés nélkül otthon, látszólag megvan még a munkaviszony, de fizetést, érdemi bevételt, főleg nem a korábbi 100%-át már nem utalnak ki, már nem érhető el. Érdekes módon Németországban a részmunkaidőben dolgozók is meg tudják kapni az első 3 hónapban a nettó bérük több mint 60%-át, a rövidített munkaidő ellensúlyozására a 90. naptól pedig akár 87%-ig emelhető ez a kipótlás. Azt is látjuk, hogy Csehországban az állami bértámogatást az alkalmazottak akár 9 hónapig is kaphatják. Hol merült fel ilyesmi Magyarországon, pedig lennének források, a költségvetésben horrorisztikus számokról beszél Magyarország kormánya, bárcsak ennek legalább az egyharmadát valóban a munkavállalókra és valóban a nehéz helyzetbe kerültekre fordított volna. És hát azt is látjuk, hogy minden ország igyekszik kikötni, hogy meg kell tartani az adott dolgozót, akinek a munkahelyét támogatják, és lehetőleg a válság végéig maradjanak meg ezek a munkahelyek. Magyarországon is nagyon szívesen látnánk hasonló kezdeményezéseket, de azt az eleganciát is látnánk, ami mondjuk a francia rendszerben megtalálható, a rendkívüli munkanélküli segéllyel. A kormány a munkavállalók nettó fizetésének akár a 84%-át is szavatolja, és az állam ezeket a forrásokat a minimál bér 4,5-szereséig teszi mögéjük. Értem én, hogy más nemzetgazdaságok más háttérrel, de azt is látom, hogyha űrkutatásra,
vadászkiállításra, teljesen értelmetlen Budapest-Belgrád beruházásra van, akkor legalább a piramisépítések és a cicoma beruházások árának egy részét fordítsuk ide a magyar munkavállalókra, hiszen szeretném hangsúlyozni, ezek az emberek azok, akik a nemzetgazdaságot a hátukon cipelik, és hogyha azt szeretnénk, hogy ez a jövőben is így legyen, valamint Magyarországon képzeljék el az életüket, akkor ezt a stratégiai szerződést most meg kell kötni velük. Köszönöm a lehetőséget.